A karácsony és a szilveszter is mögöttünk van, így januárra már tova tűnik az emelkedett ünnepi hangulat, a fakótéli időszak, a természetes fény hiánya, a szürke nappalok megviselhetnek minket és könnyen depresszióhoz vezethetnek. A Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda számos alkalmat hirdet itt a térségben, amellyel a lakosság egészség megőrzését és fejlesztését segítik, gyakran a lelki épséget helyezve a fókuszba. Az EFI munkatársa Lehosik Marianna foglalta össze a januári lehangoltság ismérveit. Ha így nevezzük, hogy januári lehangoltság vagy téli lehangoltság, akkor valóban ez egy rossz érzetet kelthet az emberekbe, de hogyha máshogy közelítjük meg ezt a témát, és azt mondjuk, hogy vége van az ünnepnek, a többletmunkának, a programoknak, és végre van egy kis szusszanásnyi idő, amikor egy kicsit olyan dolgokkal foglalkozhatunk, és esetleg, ami nem kerül elő az év során, mert nem lesz rá idő, akkor mindjárt másképp hangzik ez a kérdés, illetve más dolgokat vethet fel, más gondolatokat ébreszthet. Én azt gondolom, hogy igen, valóban ez a január, ez egy olyan hónap, ami általában ugye sötétebb hónapnak mondjuk, kevesebb a fény. Ezt most a mostani időjárási viszonyok mellett azért nem mondhatjuk el, mert igazán nem panaszkodhatunk arra, hogy hideg, rideg, zord és sötét volt a tél eddig legalábbis, mert inkább tavaszias az idő, tehát van bőven fény. Az, hogy esetleg levertek vagyunk ebben a hónapban, vagy ebben a szezonban, a téli szezonban, kedvetlenebbek vagyunk, enerváltabbak vagyunk, az jelentős korrelációt mutat a fényviszonyokkal valóban. Ugye kevesebb a napsütés. Ez egy neurobiológiai kérdés egyébként, mert ugye kevesebb szerotonin termelődik a szervezetben, és ennek hatására ugye a közérzetünk is, a hangulatunk is megváltozik. Viszont ezt azért kézben tudjuk tartani, ezt tudjuk kezelni, és vannak erre nagyon jó praktikák, és semmiféle titkot nem árulok el ezzel, azt gondolom, hogy ha azt javaslom mindenkinek, hogy ilyenkor minél több időt töltsön a szabadba, mozgással lehetőleg, érdemes olyan mozgásformákat választani, ami kitartó mozgások, gondolok itt a futás, kocogás, kerékpározás, ami most a jelen körülmények között kivitelezhető, mert valóban jó idő van, és minél többet a természetes fényen tölteni. Ugye szoktak ilyenkor, amikor súlyosabb formát vett, amikor esetleg átmegy egy ilyen szezonális depresszióba ez az állapot, akkor szokták a fényterápiát javasolni. Én azt gondolom, hogy ha van természetes fény, akkor ezzel nagyon jól tudjuk pótolni ezt az állapotot is, illetve ezt a lehangolt állapotot tudjuk javítani. Az új esztendő kezdetekor mindannyiunkban számos elvárás él. Ilyenkor majdnem mindenki életmódot akar váltani, beiratkozik az edzőterembe, fogyókúrába kezd, vagy le akar szokni a dohányzásról. Célszerű ilyenkor számot vetnünk, mérlegelnünk, végig gondolni az elmúlt időszak eseményeit. Érdemes ilyenkor esetleg egy leltárt készíteni magunknak, akár írásban is, hogy mi történt az elmúlt évben. Milyen dolgaink voltak, milyen feladataink voltak, amik esetleg előrevívők voltak, mi volt az, ami nem volt elég hatékony, amit érdemes elhagyni, miből tudunk fejlődni, miből tudunk tovább lépni. Tehát lehet egy ilyen visszatekintő listát is készíteni, illetve egy előretekintőt, akár egy ilyen egyéves kis tervezést, egy bakancs listát, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani, amivel szeretnénk foglalkozni, amire időt akarunk áldozni, illetve hát itt szerintem a legjobb idő arra, hogy egy kicsit magunkkal foglalkozunk, egy kicsit visszavonuljunk, és tartsunk egy úgynevezett akár egy önvizsgálatot, hogy hol is vagyunk mi most, elégedettek vagyunk-e azzal a helyzettel, amiben most vagyunk, meg vagyunk-e elégedve magunkkal, vagy valami más szeretnénk esetleg tenni, kipróbálni. Én azt gondolom, hogy millió lehetőség van, amit ilyenkor elővehetünk, és amivel ilyenkor foglalkozni tudunk. Hagyjunk időt annak, hogy esetleg kipróbáljunk új dolgokat, körülnézzünk, mi az, ami érdekel. A mai világban, amikor már ennyire könnyen hozzáférhető mindenféle információ, mindenféle program lehetőség, akár én nagyon szeretem a YouTube csatornákon különböző podcasteket vagy előadásokat hallgatni, amik érdekelnek.
és érdemes erre időt szánni, egy kicsit magunkkal foglalkozni, egy kicsit feltölteni magunkat, mert valahonnan nekünk is energiát kell gyűjteni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, tovább tudjunk dolgozni, foglalkozni a szeretteinkkel, a családunkkal, el tudjuk látni a munkánkat, ahhoz muszáj tankolni, mint ahogy a kocsit is meg kell tankolni, hogy tovább tudjon menni, ne sajnáljunk magunktól az időt, szálljuk magunkra, én azt gondolom. Lehosik Marianna hozzátette, nagyon sokat számít, ha mellettünk van egy családtag, rokon vagy régi barát, aki segít átvészelni a mélypontot. Elsősorban ugye a környezet, az a szűk környezet, aki először észreveszi, hogy ha valakivel valami nincs rendben, nem is biztos, hogy az egyén saját magáról gondolná azt, hogy valami probléma van, hanem abból veszi észre, hogy a környezet visszajelez neki, hogy mondjuk megváltozott a viselkedése, hogy megváltoztak a szokásai, úgyhogy igen, figyeljünk egymásra is. Én azért azt emeltem ki, hogy főleg magunkkal foglalkozzunk, mert hogyha mi jól vagyunk, ha mi rendben vagyunk, akkor tudunk a környezetünkre is figyelni. Hogyha mi nem vagyunk rendben, akkor nem foglalkozunk a környezetünkkel, akkor magunkat sajnáljuk csak. Testünk nem lehet egészséges, ha az egyik kulcsfontosságú része, a lélek nincs megfelelő állapotban. Tegyünk meg óvásáért. Továbbá ne szégyelljen segítséget kérni az, aki már mindent kipróbált, és mégsem érez változást.